Ez a látvány fogadja az Uszkára érkezőket, a településen 77 épületet rongált meg a vihar. Őri Sándor uszkai lakos épp azt mutatja, hogy a vihar nem csak az épületekben, az autókban, illetve hátul a veteményesben is hatalmas kárt okozott. Kis égek voltak, és nem is akármilyenek. Hát tojás nagyságú, simán. Nem sima jég, hanem a rücskös jég. A jég a 8-10 mm-es palát is átszakította. A katasztrófa védelem és az önkéntesek éjszaka is dolgoztak, hogy lefúliázzák a viharvert tetőszerkezeteket. Autót is kettőt összetört a vihar, lakást hármat, a melléképetet totál károsát, tiszta lyuk, hát olyan tojás nagyságú lyukak vannak, úgy a személykocsin is lehet látni, a tető részeken is, szóval totál kárá vágott mindent. Zugorkát több mint 3 kilométert legyepárt, úgyhogy nem is akár, hogy nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, vagy nem. A település polgármestere abban bízik, a kormány egy rendkívüli kormányrendelet bevezetésével segíti majd a helyieket, a legtöbb itt élőnek ugyanis biztosítása sincs. Ebből a házból még kedd este kiköltöztették az itt lakó családot, mivel a padlásszerkezet annyira megsérült az épületben, hogy valószínűleg le is szakad majd. Az egyik ház lakhatatlanná vált, életveszélyessé vált, úgyhogy azonnal ki kellett a lakókat költöztessük belőle a bútoraiakkal együtt. Ez egy kis család volt, egy anyuka két kis gyermekével. Szerencsére találtunk egyelőre átmeneti megnyugtató megoldást a számukra. Az idősek napközébe költöztek be, és a bútoraiakat is oda mentettük át. Várjuk minden percben a statikusokat, a katasztrófa védelmi szakemberek már intézkedtek ez irányba, hogy a házat fölmérjék, hogy egyáltalán megmenthető. Több itt élő is azt mondta, ekkora vihart még nem tapasztaltak korábban, mint amilyen a héten volt. A katasztrófa védelem már előzetesen is milliárdos károkról beszél. Jelenleg majdnem 1000 házat érintett ezeken a településeken a bekövetkezett viharkár következménye. Jelenleg kb. 85%-ával már a kollégák végeztek olyan szinten, hogy az elsődleges védekezést elvégeztük, befóliáztuk a tetőket vagy a padlást, hogy a további esetleges bekövetkezett esőzés ellen megvédjük a lakóházakat. Rozsályban is egész nap dolgoztak a szakemberek és az önkéntesek. A hétfői vihar 3 hullámmal rongált a szabolcsi településeken. A kárszakértők csütörtökön kezdik majd munkájukat.